Heti jóslás hétfőtől vasárnapokig, tehát március 15-ig. Bocsássátok meg nekem, ha a magyar nyelvet nem folyamatosan tudom beszélni, holott én magyar születésű vagyok, Szombathelyen születtem és Budapesten éltem, viszont már több mint 30 éve külföldön vagyok. 30 évig éltem Németországban, a Fekete-erdőben, és 5 éve vagyok Spanyolországban, nem a spanyol területen, hanem Mallorca szigetén, de a Spanyolországhoz tartozik. Most felépítem a kapcsolatokat Magyarországon, mert a közeljövőben szeretnék pár hónapot Magyarországon élni, és ennek nagyon is örülök. De most rátérve erre a jóslásra. A heti témát ez a ház mutatja. Ez azt szimbolizálja, ahogy ti éltek a házatokat, vagy lakásotokat. Az is lehet, hogy változás fog történni. Ez a kártya itt azt mutatja, hogy valami véget ér. Tehát ez egy költözködést is mutathat, és ez a levél, vagy egy dokument arra utal, hogy itt kaptok egy szerződést. Ez a kettő kép együtt arra is utalhat, hogy haláleset volt a családban, és ti örököltetek valamit, és így megkapjátok a szerződést. De ez nem minden esetben így történik, hanem mindenkire másképp hat ez a jóslás. Annyi biztos, hogy ami benneteket foglalkoztat, az a lakás vagy ház, ahol éltek, és a családi kapcsolatotok. Ez a levél egy hírre utal, vagy egy szerződésre. Az egerek azt mutatják itt, hogy valami véget ér. Tehát valamilyen változások fognak jönni. De ezek az egerek mutatnak valami mást is. Bizonytalanságot, félelmeket. Tehát gondolkodjatok el azon is, hogy milyenek az érzelmeitek. És ez a kép mutatja, hogy nagyon fontos, hogy büszkék legyetek. Az is fontos, hogy az érzelmi területen ez a tisztaság uralkodjon. Tegyetek lépéseket kifele, de mutassátok azt is, hogy milyen büszkék vagytok. Büszkék a családra, az otthonotokra. Mutassátok ezt a büszkeséget, és ne engedjétek meg, hogy mások hozzátok közeledjenek, valamit írjanak, vagy mondjanak valamit rólatok, ami esetleg titeket zavar. Mert ezek az emberek a környezetetekben, ezek a látogatók megpróbálnak benneteket idegesíteni. Tehát ez pontosan az a téma, ami a következő napokban így történni fog. Ami fontos, ezekben a döntésekben ezt mutatja ez a szenze. Németül jut eszembe most. Azon gondolkoztam, hogy ezt hogy nevezik magyarul. Azt hiszem kassa. Igen, ezzel a kasszával próbáljátok elvágni azt, ami titeket zavar. De ez a kép mutatja azt is, hogy mit várhattok másoktól. És ez döntéseket jelent. Vagy pedig vállást. Utalhat vállásra is, ezekre a döntésekre. Amennyiben ez a jóslás a ti családi életeteket mutatja, vagy a ti lakásotokat, házatokat, az utalhat egy költözködésre, utal változásokra. És ez hirtelen jön, valami, amire nem is számítottatok. És ezekkel az újdonságokkal tudtok szembenézni. De ez jó és kellemes, mert
jól fognak alakulni a dolgok, mert pontosan az, ami a ti vágyatok. Az is lehet, hogy ti a tisztaságra, a nyugalomra gondoltok, rendbe hoztok valamit a ház környékén, megszépítetek valamit, így most tavasz elején. Ez a kártya egy utazásra utal, akkor is, ha ez nem most a jelen pillanatban történik meg, de ti terveztek egy utazást. Amennyiben ez a jóslás a szerelmi életeteket érinti, akkor másképp kell, hogy a kártyákat nektek elmagyarázzam. Ez a ház arra utal, hogy összeköltöztök, vagy pedig arra, hogy nyugalomra vártok és biztonságra a szerelmi élet területén. Egy kicsit még bizonytalanok vagytok, de ez véget ér. Ti fogtok kapni egy levelet, egy üzenetet, és ezzel rendeződnek a dolgok. Legyetek büszkék, mutassátok ezt a büszkeséget. Ez a férfi komoly döntéseket fog hozni, valamit, amire még nem is számítottatok. És ezekkel az újdonságokkal fog titeket meglepni. És ez pontosan az, amiről ti álmodoztatok. Egy kellemes meglepetés vár rátok. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!